A gyógyvizeiről híres borszék már a 16. században ismert volt. A 900 méter magasan található fürdőváros területén 30 kitűnő borvízforrás található, melyeknek köszönhetően a település a világhírű fürdők sorába emelkedett. Ferenc József császár az oklevelekkel és érmekkel elismert gyógyvizeket a borvizek királynőjének nevezte. A két világháború között a település arculatát meghatározó gyönyörű csipkemintás favillákat, szállodákat építettek, amelyek ma már sajnos romos állapotban sorakoznak a sétányok mellett. Borszéken korábban adókedvezményekkel próbálták serkenteni a monarchia idejében épült villák rendbetételét, ami kevés eredménnyel járt. Az önkormányzat új határozata most keményebben próbálja ösztönözni azokat a villatulajdonosokat is, akik eddig nem tettek semmit ingatlanjuk felújítása érdekében. Eddig próbáltunk büntetni, igazából 5 szalás büntetéseket tudtunk adni. Volt, aki fizette, azt mondván, hogy neki megéri akár havonta is ezt az összeget kifizetni, az épület értéke amúgy is nő. Volt, aki pert kezdeményezett, és sajnos meg is nyerte, de ez a változat, amit most próbálunk, hogy igenis az önkormányzat végig menve a törvények alapján mutatott úton, elvégezzük a munkálatokat, leszámlázzuk a tulajdonosnak, és ha nem fog fizetni, akkor lefoglaljuk, elárverezzük, és így a pénz visszatérül az önkormányzatnak. Persze, de a lényeg az lenne, hogyha az önkormányzat minél nagyobb pénzalapot tudna elkülöníteni a költségvetésből. A borszéki ingatlanok egy részét befektetők vásárolták meg abból a célból, hogy néhány év elteltével jelentős nyerességgel tudják majd továbbadni ezeket. A felújításokat pénzhiány miatt vagy szándékosan nem végezték el, így az épületek állaga jelentősen leromlott. Az önkormányzat drasztikus határozatát többen is kifogásolják, mint mondják, sok tulajdonosnak ma sincs pénze a tatarozásra. Nem egy kevés összeg valóban, és ezért jelent nehézséget minden volt villatulajdonosnak a felújítása, hisz egy épületnek a helyreállítása az több tízezer, esetleg százezer euróba is kerül. Éveken keresztül harcoltunk, és törvényszéki pereskedések útján kaptuk vissza ezeket a villákat, és akkor rá egy pár évre jövünk, és egy újabb államosítással elveszük ezeket. Tehát nem ezt találom én a legjobb megoldásnak. Borszéken legalább 31 kori szállodát és villát kellene felújítani, ehhez viszont jelen pillanatban kevés pénze van az önkormányzatnak. A helyiek szerint fontos, hogy a vendéglátásra berendezkedett településen ne romos épületek fogadják a vendégeket. Az ötlet nagyon jó, tehát annál is tovább lépnék azt, hogy nem csak felújítani mondjuk az arculatukat, hanem visszavásárolni főleg ezeket a stratégiai épületeket, mert szerintem az önkormányzat sokkal jobban tudna pályázni európai pénzekre és kormánypénzekre, hogy ezeket az épületeket rendbe tegyen. A fürdőváros feltámadása elkezdődött. Mofetták, sípályák és a régi ósáros fürdő újjáépített mása várja, hideg és meleg vizes medencével, szaunával a pihenni, gyógyulni vágyókat. Kitartóan dolgoznak az 5,3 millió euróból épülő multifunkcionális kezelőközponton is. Az önkormányzat kedvezményeket biztosít a beruházóknak. Még mindig van lehetőség villa és területvásárlásra, természetesen azzal a feltétellel, hogy a tulajdonosok felújítják a vásárolt ingatlanokat, és hozzájárulnak Borszék turizmusának fellendítéséhez. Minim 10 év alatt fordul meg egy ilyen befektetés, és a másik az, hogy nem akarom azt, hogy az én gyermekemet, ha megkérdezik, hogy mi leszel, azt mondja, hogy kanadai. Tehát borszéki legyen, és itt tudjon megélni. A székelyföldi fürdőváros fénykorában egyszerre 6000 vendéget is képes volt fogadni. A működő panziók és szállodák most 500 szálláshelyjel rendelkeznek, ám ha az önkormányzat nekilát a romos épületek felújításának, akkor a befogadó kapacitás akár háromszorosa is lehet a mostaninak.